A Biblia gyermekeknek. Új szövetség. Kérlek, engedjetek el! Nincs pénzem az adóra! Az egész család éhezik, ne zárjatok börtönbe! Százados! Könyörgök! Ne küldj börtönbe! Feleségem van, és két apró gyermekem! Oh, sajnálom, de én nem tehetek semmit. Kérlek! Kérlek, kérlek! Hát Róma nem irgalmaz a szegényeknek! Nem tehetek semmit, mondom. Ne! Ne se tezem! Csak a család miatt! Kérlek! Kérlek! Te a kocsiba! Egy-kettő! Uram, hiszek. Holnapra mi a feladat? Sajnos ugyanaz, mint ami mára volt. A hivatal szerint még több száz embert kell letartóztatnod. Hát jó. Köszönöm, Lícia. Lícia! Ráérsz? Válthatnánk pár szót? Úgy nem bántottalak meg akaratlanul, uram. Ó, nem, Lícia. Még sohasem bántottál meg. A legjobb szolgám, a legjobb barátom te vagy. Mesélj nekem arról, akiben hiszel, vagyis Jézusról. Már láttad? És szerintem ugyanazt érezted, mint én, amikor először láttam. Hát éreztem valamit. De mi ez, Lícia? Jézus a Messiás. Egyre többen vannak, akik ezt állítják. Úgy is hívják, hogy Urunk. Délelőtt, miközben én begyűjtöttem a szegényeket, ő talpra állította őket, és segített rajtuk, reményt adott nekik. Egyszer csak rám nézett, és annyira elszégyeltem magamat. Lícia! Semmi komoly. Csak... Sajnálom, Flavius. Ismerem a betegségét. Nem hinném, hogy megéri a reggelt. De délután még semmi baja nem volt. Nagyon sajnálom. És nem tehetsz érte semmit? Nem segít rajta, csak a csoda. Oh. Bocsánat! Kérlek, engedjetek! Itt lesz egy kis gond, mester. Uram, mester, eddig soha életemben nem kértem senkitől semmit, de a szolgám haldoklik. Ő a legjobb, a legnagyszerűbb barátom. Ha van ember, aki segíthet rajta, az te vagy, uram. Hallottad ezt? Úrának nevezte. Oda megyek. Meggyógyítom. Ó, ne, uram. Nem vagyok méltó, hogy betérj hozzám. De hogyha csak egy szót is szólnál, tudom, meggyógyulna. Nem láttam még ilyen hitet egész Izraelben. Menj csak haza, és legyen úgy, ahogyan hitted. Thank you.
Lícia! Lícia! Jézusnál jártál. Eltaláltam. Sok orvos járt a fiamnál, de nem tudták meggyógyítani. Talán baleset érte? Nem. Volt magas láza? Nem volt. Milyen az étvágya? Eszik elég rendesen. És miből gondolod, hogy nem egészséges? Hát, nagyon szeretném, ha megnéznéd te magad. Valamit eltitkolsz előlem. Nem leprás, ugye? Nem, nem. Tudod... Káleb az egyetlen gyermekem. Ha meggyógyítod, amíg élek, azért dolgozom, hogy megháláljam. A szíve rendben. Karja lába erős ahhoz képest, hogy csak fekszik csöndben. Tudod... Nem mindig ilyen csendes. Néha, nem is nagyon ritkán, váratlanul izgatottá válik. Semmi baj, Káleb. Segíts! Emeld már, lerúlom! Semmi baj, Káleb. Nem fog bántani senki. A papa itt van. Ez a gyerek megszállott. Káleb nem megszállott. Elismerem az ördög művét. És én mondom, ez a gyerek megszállott. Az nem létezik. Miért kell tagadni? Azért, mert ha tényleg megszállott, akkor nem lehet meggyógyítani. Az igaz, hogy egy orvos itt tehetetlen, de talán más módon meg lehet gyógyítani. Van prédikátor, aki ért az ördögűzéshez. Már próbálkoztunk. Mint csaló, aki kihasználja a reménytelen helyzetet. Talán megpróbálhatnánk újra. Nem! Caleb nem megszállott. Csak beteg. És addig nem nyugszom, míg nem találok egy orvost, aki meggyógyítja. Hogy van az uram, hogy te ilyen nagyszerű csodákra vagy képes? Péter, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a hegynek, menj oda, a hegy oda megy. Bármit kívántok is, ha igaz módon imádkoztok, és hiszitek, hogy megkapjátok, meg is kapjátok. Utat, utat kérünk. Utat. Egy szem gyerek volt. Ráadásul a férj most halt meg egy hónappal ezelőtt. Nincs nála kitűnőbb asszony. Hogy éli ezt túl? Fogalmam sincs. Ne sírj. Ifjú. Mondom neked, kelj föl! Anyám! Én a fiam!
Elérkezett az idő, hogy menjetek és tegyétek, amit láttatok tőlem. Hatalmat adtam nektek, hogy kiűzzétek a tisztátlan lelkeket, és meggyógyítsatok minden betegséget, minden gyengeséget, hogy akár holtakat támasszatok fel. Ne feledjétek, minden lehetséges annak, aki hisz. Ne tegyetek semmi effélét pénzért. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Most induljatok, és ne féljetek. Szegény kis Caleb, vajon tetszik majd neki? A játék minden gyereknek tetszik. Lehet, hogy amikor majd megkapja, úgy örül neki, hogy attól kezdve egészséges lesz. Minden lehetséges, tudod. Alamizsnát a vaknak. Segíts szegény vakoknak. Napok óta egy huncut vasat se kaptunk. Éhes vagyok, Iszakár. Én is nagyon. Menjünk el Joelhez. Tőle mindig kapunk pár falatot. Jól van. De egy szót se szóljunk a Calebnek készített emberkéről. Még nincs egészen kész. Ismersz, nem tudok titkot tartani. Tudom, de próbáld meg Benaját. Gyere és bízd magadban. Na, mondd csak velem. Tudok titkot tartani. Úgy érzem, ez használ. Tudok titkot tartani. Ne haragudj, Caleb. Csak nem akarom, hogy megsérülj. Ha jobban leszel, megint odamész, ahova akarsz. Megígérem. Jó napot, Joel! Nézd, mit hoztunk Calebnek! Na! Ó, nagyon sajnálom, igyekeztem. Nem eléggé, úgy látszik. De szép. Caleb nagyon fog örülni neki. Hogy van a kis Caleb? Most épp nem valami jól, sajnos. Már meg kellett kötöznünk szegénykét. Na hát, őszintén sajnálom. Az ő érdekében teszitek. Corinna sütött ma kenyeret. Tessék. Te jó ember vagy, Joel. Egy fénysugár a sötét világban. Joel! Képzeld, találkoztam egy asszonnyal. Azt mondja, egy Jézus nevű rabbi feltámasztotta a halott fiát. Ó, Corinna. Ez az ember csodákat tesz. Adott a hatalmából a tanítványainak is. Ketten épp itt vannak Kafarnaumban. Csodatévők jöttek. Ide, Kafarnaumba? Ó, hát, ha rajtunk is tudnának segíteni. Joel. Corinna, semmire nem vágyom úgy, mint arra, hogy Caleb meggyógyuljon. De már nincs pénzünk, amit elverhetnénk csaló gyógyítókra. De ők nem is fogadnak el pénzt a gyógyításért. Hát, ezt nagyon nehéz elhinni. Caleb! 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 Joel! Caleb! Fiam, ne! Ne! Köszönöm. Sosem felejtem el, amit értem tettetek. Isten áldjon meg, húgom. Azt mondják, gyógyító erőtök van. Úgy van. Hited és imádságod szerint. Mi az ára a gyógyításnak? Hinned kell Jézusban. Ez az egyetlen ár. Egy pár évvel ezelőtt történt valami a kisfiunkkal.
Azt mondják, hogy Caleb megszállott. Nem lehet beszélni vele. Olyan vidám kisfiú volt, egy remek gyerek. Ha tudsz segítséget nyújtani. Ifjú, Jézus nevében mondom, hogy légy újra egészséges. János, tartsd erősen, újra megpróbál. Ó, mennyei atyám! A te hatalmaddal parancsolom a gonosznak, hogy menjen ki ebből a fiúból. Semmi baj, fiam. Papa itt van. Papa szeret. Úgy tudtam. Tudtam, hogy csalók vagytok. Sosem találjuk meg őket. Ó, de, meg lesznek Benaját, és meggyógyulunk. Emberek, ha jól tudom, Jézus apostolait keresitek. Igen. Tudod, hol találjuk őket? Nem, de most érkeztem ide magával Jézussal. Elvezetlek hozzá. Na, hallod ezt, Benaját? Jézus visszaadja a látásunkat. Te vagy az, Jézus? Igen, ő az, Benaját. Érzem, hogy ő az. Hiszitek, hogy meg tudom tenni? Ó, igen! Igen, hisszük, Uram. Legyen hitetek szerint. Gyógyuljatok meg. Benaját! Na hát, Issachar! Köszönjük, Jézus! És most menjetek, de ne mondjátok el, hogy mi történt itt. Hát a... Holdfény és én látjuk dicsőségét nappal. Úgy sem kapsz el, gyorsabb vagyok. Na gyere csak te. Elkaptalak. Nem, én téged. Caleb. Caleb. Bocsáss meg. Cserben hagytalak. Pedig megtettem mindent, amit csak tudtam. De úgy érzem, hogy nincs remény. Nem veszel észre valamit? De most mit csináljak? Tetteszem, hogy még van.
Most, hogy már hiszem. Rendezte Richard Rich. Írta Brian Nissen. Zene Kurt Bestor. Magyar hangok. Széles Tamás, Gubányi György, Schneider Zoltán, Bogdán Gergő, Rosta Sándor, Bolla Róbert, Bertalan Ágnes, Csuha Lajos, Konrád Antal. A dalokat előadta Márkus Luca és Magyar Bálint. Magyar szöveg Csizmás Kata, dalszöveg Hanák János, hangmérnök Illés Gergely, vágó Simkóné Varga Erzsébet, gyártásvezető Kablai Luca, zenei rendező Márkus Luca, szinkronrendező Nikodém Zsigmond. A szinkront az Etalon Film megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette. Forgalmazza az Etalon Film.